Sziasztok! Mozikba került az Útvesztő trilógia befejező darabja is Halálkúra alcímmel. A könyvet annó elkezdtem olvasni, de úgy 100 oldal után abba hagytam, mert nem nyert meg. Évekkel később esélyt adtam a filmnek is, az elsőt még kifejezetten érdekesnek találtam, a második viszont nálam nagyon leszerepelt. Szerintetek sikerült visszatérni ezzel a filmmel? Veszett ügy. Az eddig is ködös sztori ott folytatódik, ahol a tűzpróba véget ért. Tomás, a gőzmozdony és társai továbbra is bontják a rendet, lázadoznak a veszett ellen. Kiderül, hogy van még egy város, amit nem darált be a vírus, és barátjukat, a kicsikórait pont itt tartják fogva. Kezdődhet a mentőexpedíció. Aki azt hiszi, meg lesznek válaszolva az eddigi filmek nagy kérdései, azt el kell szontyolítanom. Most sem sok minden fog kiderülni, és mivel vége a szériának, már nem is lesz rá alkalom. Kíváncsi vagyok, vajon az előzménykönyvet megfilmesítik-e még. Pozitívumokat sajnos nagyítóval kell keresni a filmben. Igazából a legtöbb dolog nem kimondottan rossz vagy jó benne, inkább csak olyan meh. Az egészet belengi egy olyan nagyon B-kategóriás érzés. Kezdeném a kiakasztó résszel, a film reklámjával. Több helyen is olvastam, így hirdetik, a végső labirintus. Spoiler, egy szájba vert labirintus nincs az egész filmben. Azt se tudom, miért az a neve ennek a szériának, hogy az útvesztő, hiszen az első film háromnegyedén kívül semmi szerepe nincs a labirintusnak. A főcímben már ki sem merték írni, csak annyit, hogy Halálkúra. Megvan tehát 2018 első nagy reklámhazugsága, ilyenkor érzem, hogy élek. Sajnos a karaktereknek vannak iszonyatosan nagy baromságai. Ezeket azt nem értem, miért nem vágták ki a fenébe. Semmi jelentőségük, csak idiótának tűnnek tőle a szereplők. Ezek nem nagy volumenű dolgok, de tudják szúrni az ember szemét, higgyétek el. Egy példa. Tomiék bezárnak egy nagy acélajtót, miközben menekülnek. Utána ketten, Newttal még beborítanak elé egy kis alumínium polcot. Ez volt az a jelenet, ahol mély levegőt kellett vennem, és elmormoltam egy halk szúszát. Igen, ha a böhöm nagy ajtó nem tudja megállítani őket, meg Józsi flexét feltartani, akkor majd az a kis lomis polc, amit egy erőteljesebb széllökés felkap és kirepít a stratoszférába, az feltartja őket. Brilliáns, jár a slow clap. Dylan O'Brien-t én eléggé csipázom, egyébként nem egy rossz színész, viszont itt eléggé takaréklángon ég. Megcselekedte, amit megkövetelt a haza, ugye a forgatások során egy súlyosabb baleset is érte szegényt, de úgy tűnik rendben ment a gyógyulás szerencsére. Newt a trónokharca Jojen-je, a másik karakter, akit lehetett csipázni, páratlan páros ők Tomival. A lezárás egészen meghatóra sikerült, azt azért el kell mondjam. Ha ilyen lett volna végig a film, jó lett volna. Tereza, az áruló is visszatér, kicsit árnyalják a képét, van egy újféle ellenszer, amit fejleszget, de kicsit unalmas az ő kutatása. A végén meg szánalmas, ahogy ahelyett, hogy ugrana, csak néz, mint borja az új kapura. Aki hülye, halljon meg. Lesz egy nagy visszatérőnk is, nem emlékszem, a trailerben benne volt ezért nem spoilerezném el a rajongóknak, hogy meglepődjenek. A veszett oldaláról még visszatér persze a Doki nő, meg Kisúj, nyilván nem Kisúj, aki megint egy igazi cinkes köcsök. Én mindenesetre imádom, ahogy ő játszik a gonosz karaktert, a szarkeverő köpönyek forgatót. Benne nem csalódtam. Egyébként beleszuszakoltak az amúgy nagyon hosszú 140 perces játékidőbe egy-két horror elemet is, nevezetesen jumpscare-eket. Amik kommerszek, de mégis üde színfoltok voltak, én élveztem őket. Mondjuk 2-3 volt belőle, szerencsére nem tolták túl. A CGI hagy kívánni valót maga után, de az alacsony költségvetéshez képest tisztes megoldás, egy-két jobban elkapott pillanattal fűszerezve. 2D-ben néztem meg a filmet, és javaslom mindenkinek, hogy hanyagolja a 3D-t teljesen felesleges, szokásosan. 4DX-ben esetleg be lehet vállalni, de ez már csak tipsmixelés. Nem tudom megítélni, mi a film hibája, és mi eleve a könyves alapanyag hibája, de végső soron nem is érdekes. Az Útvesztő trilógia egy teljes középszer. Maradandót nem alkotott, egynek meg elment. Nem akarok több ilyen bölcsességet eldurrogtatni, szóval jobb lesz, ha már a leköszönök. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra. Mindenkinek baba mozizást kívánok. Levi out. Sziasztok!